Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 14. rész. Addig kell elmennem, amíg van erőm, gondolta Uri. A csatorna partján kuporgott, felhúzott térdét a gyomrába nyomta, hogy ne fájjon, körülötte gyomokat rágcsáltak az emberek. Uri nem rágcsált, erősen figyelt, hát ha feltűnik egy macska vagy egy patkány, amelyre lecsaphat. A vének szükségtelenül tanácskoztak, de azért tanácskoztak. Uri hallgatott, olmos fáradtságot érzett, lelecsuklott a feje. Ez a kém mit keres itt? Kiáltotta valaki magas hangon. Uri felriadt. Trüfón fia állt előtte. Demetriosz. A nagy orjukai dühötten pulzáltak. Uri felállt. Ez az Alabarkosz kéme, kiáltotta Demetriosz. Fáradtan morogtak valamit, a vének nem volt kedvük veszekedni. Hogy volt képed ide pofátlankodni, te szemét? Visította Demetriosz. Uri állt, nézte a magából kivetkőzött csinos lóképű fiút. Ő is sovány volt, mint a deltában mindenki. Ha itt vagyok veletek, és én se távozhatok innét, mondta Uri higgadtan, akkor alig ha lehetek az Alabarkosz kéme. Demetriosznak egészen keskeny volt a szeme a gyűlölettől. Filó segdugasza vagy, te szemét, suttogta. Uri elcsodálkozott. Ez a fiú féltékeny. Ennek itt most nem sok jelentősége van, jegyezte meg békülékenyen. Rendesen dolgozott velünk, mondta Nikolajhoz fáradtan. Hagyjátok abba. Hozzájuk tartozik, sziszegte Demetriosz, és hisztérikusan hadonászva kirohant. Augusztus 29-én, az egyiptomi új év reggelén, nagy rivalgás tört ki az északi kapun túl. Malacokat dobáltak be a falakon, nagyot puffantak, szétnyílt a hasuk, kifolyt a belük, rángott a lábuk, visítottak. Az északi kaput egyszerre kitárták. Odakint az utcán keresztek feküdtek a földön, vagy egy tucat, mögöttük néhány ökrös szekér. Jól táplált zsidó rabokat hoztak a katonák, egyeseket a fekvő keresztekre kötöztek, másokat a katonák által megemelt szekerek kerekeire. A kereszteket a bámész görögök üdvrivalgása közepette, a fölszedett utcalapok közé az előre megásott mélyedésekbe illesztve felállították és kikötötték. A kerekekre kötözöttekre visszabocsátották a kerekeket, és a szekerek lassan elindultak. Körbehajtották az ökröket, a kerekekre kötözött rabok csontja törött, húsuk mállott. Egész nap jajgattak a haldoklók a körzeten kívül, egész nap zsoltárokat énekelve zokogtak a zsidók a körzeten belül. Még másnap is éltek páran a keresztre feszítettek. Némelyikük nyugtató és bíztató szókat nyögdelt a családjának a keresztről, megáldotta a feleségét, a kisfiát, a kislányát. Bosszút áll az örökkévaló, minden bizonnyal bosszút áll. Feltámadunk, együtt leszünk, mondták. Görögül mondták, más nyelven nem tudván hallották a katonák és mulat. Harmadnap ünnep következett megint, Gájusz császár születésnapja. Az éjszakára bezárt északi kaput kinyitották, három kohor strappolt be rajta, felsorakoztak, egy centúrió a véneket követelte. Oda tántorogtak a vének. A centúrió felolvasta a helytartó rendeletét, a zsidók fegyvert rejtegetnek a házaikban, le kell adniuk. Nincs fegyverünk, suttogta Nikolajosz. Házkutatást tartunk, közölte a centúrió. Behatoltak a házakba.
Egy-egy házba egyszerre legalább 10 állig felfegyverzett katona, a többiek a kapuban örködtek. Az apák megpróbálták elrejteni a szemük elől a lányaikat. Azokat a katonák kihozták, ütötték, pofozták. Kihoztak pár konyhakést és jó néhány dorongot, más fegyver nem volt. A vének székhelyéről az összes kést begyűjtötték, vitték kifelé diadalmasan. Begyűjtöttek férjes asszonyokat is, a hadonászó férjeket dárdával döfködték. Az asszonyokat és a lányokat kituszkolták a kapun. A centurió érces hangon kiáltotta: Flaccus helytartó megkívánja hallgatni a panaszaitokat. Álljon elő, Eudosz, Trifón és Andron! A palotába kísérjük őket. A nevezettek előálltak. Egy csapat kikísérte őket. Együtt lakomázott velük Flaccus az Alabarkosz palotájában nem egyszer. Este néhány lányt és asszonyt visszaengedtek. Azért jöhettek vissza, mert a színházban, ahol a színpadra terelték őket, a zsúfolt nézőtér előtt a disznóhúst megették. Ott sütötték a húst a színpadon. Nagy vasrudra szúrták fel a kibelezett féldisznókat, és a tűz fölött forgatták szorgosan. Volt, aki öklendezett, mert zsidónak született, de mégis megette. Volt, aki öklendezés nélkül ette meg, mert pogánynak született, és a férje kedvéért tért át zsidóvá. Aki nem ette meg, azt a színpadon puszta kézzel darabokra szedték. Utána táncosok táncoltak, zenészek zenéltek, mímusok játszottak, mint szokták. Négy férj azonnal közölte, hogy kiadja a vállólevelet. Az egyik feleség ezt halván a fogával tépte fel az ütőerét a jobb csuklóján, ott vérzett el az utcán. Nem próbálta a csuklóját elszorítani senki. Sok mindent meg lehet enni, ha nincs mit. Gyomot, macskát, patkányt, egeret, szalmát, hulladékot. Az Isten éppen félre néz, amiképpen tehetetlenül néz félre hetek óta, hogy a népével művelt szörnyűséget ne lássa. Különös, hogy így ér véget az útja. Fiatalon kell meghalnia. Nagyon szomorú lesz József. De talán élete végéig reménykedni fog, hogy a fia mégis életben van valahol. Unit lázálmok gyötörték, mégis jó volt álmodni akármit. Az álomban életféle történt meg vele. Egyik éjjel a fal tövében azt álmodta, hogy szólnak hozzá. Teokritos vagyok, mondta valaki, a 22-esektől. Uri nem volt képes meglátni az arcát. Nagy barlangban fura állatok között feküdt, azok nem beszéltek. Teokritos, a 22-esektől. A barlang eltűnt, az állatok eltűntek, sötét volt. A falon túlról szólt a hang. Teokritos vagyok a 22-esektől. Kívülről szóltak halkan befelé. Mit akarsz? Kérdezte Uri. Élelmet dobok be. Vigyázz fejbe, ne kórincson, ne egyél egyszerre túl sokat. Uri felült. Egy csomag huppant le a földre. Megvan? Megvan, felelte Uri. Oda kúszott, kibontotta. Lepény volt benne. Méz és vizes tömlő. Uri lassan és keveset evett, a vizet mind kiitta, fülelt. Köszönöm, mondta. Teokritos, a 22-esektől, ne feledd! Uri a tunikája alá gyömözölte a maradékot, és álomtalan álomba merült. Két napig élt a lepényen és mézen, és továbbra is a déli fal környékén heverészett. Egyszer el akarták temetni, rájuk mordult, még ne. Megijedtek, elvánszorogtak.
Harmadik nap ismét átszóltak éjjel a falon. Ezúttal bizonyos Demokritosz jelentkezett, szintén a 22-esektől. Lepényt dobott át ő is vizet és füstölt halat. Uri nevét tudakolta. Uri hosszan gondolkozott, mire rájött, hogy ő Gaius Theodorus. Megmondta. Jobban örült a nevének, mint a zsoldos. Megjegyeztem. Ne felejtsd el, Demokritosz, a 22-esektől. Nem tarthat már soká, gondolta Uri, miközben a maradékot ismét a tunikája alá dugta. Félni kezdenek a megtorlástól a légiósok. Theokritosz, Demokritosz, Theokritosz, Demokritosz a 22-esektől. Tanúskodni kell majd mellettük, ha ennek vége lesz. Még kétszer kapott így élelmet Uri, beosztotta heverészet, elmélkedett. Új év lesz holnap, mondták mellette. De a körzetben nem ünnepelték meg az új évet, így döntöttek a maradékvének, és talán helyesen döntöttek. Úgy döntöttek, és a falakon közhírré is tették, hogy az engesztelés napja és a sátoros ünnep is elmarad, nincs hol imádkozniuk, nincsen imaházuk az alexandriai zsidóknak, és nem jó úgy tenni, mintha lenne. A böjtölés is elmarad, hirdették, és ebben is volt logika. Ünnep nem volt hát új évkor, nem olvasott fel a Septuagintából senki, nem mondott ünnepi beszédet senki, csak ültek és hevertek az utcákon a még éppen élők naphosszat, és magukban imádkoztak. Ott imádkozott közöttük Uri is, a sarkán ülvén kelet felé hajlongván. Zsongító és bódító volt a halk egyenletes állandó zsivaj. Belőlük jött ki, és körbe bugyolálta őket egész nap. Ha észrevették, hogy valaki meghalt, a lábánál fogva odébb van, szólták, hogy az ünnep utáni nap elföldeljék, ahová a többit, és imádkoztak tovább. Ez a tökéletes demokrácia, gondolta Uri, és hangtalanul nevetett. Új év másnapján visszavánszorgott a déli falhoz. Az volt az ő vájúja, és várta a mennyei mannát. Meg is jött, az arctalan Demokritosz dobta be. Urinak eszébe sem jutott, hogy megossza mással. Amíg ette, két foga kihullott, két szép, egészséges elülső foga az alsó fog sorából, véresek voltak az ínyétől. Még jobban beesik az alsó ajka. Nem fognak többé ráismerni. Nevetett, és boldogan emésztett. A sátoros ünnep első napjának kora délutánján Uri arra ébredt, hogy emberek csoszognak el mellette sietősen. Dühös volt, mert szépet álmodott. Gyönyörű tájon ballagott, és gyerekek vették körül. A saját gyerekei öten vagy hatan, egy helyes kislány is volt köztük, a kisebbik húgára emlékeztetett. Feltápászkodott, az álom elmerült, nem tudta megtartani, igen sajnálta, hogy nem élhet tovább emberi életet. Hunyorgott, a déli falon rést tátongott. De nem arra igyekeztek az emberek, hanem éjszak felé. Vége! 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 Vánszorogtak, futottak, imbolyogtak a férfiak, a nők, a megmaradt gyerekek, a szívós öregek, és kizúdultak a kitárt északi kapun. Az elbukókat rosszkedvű katonák segítették fel előzékenyen. Uri meglepve észlelte, hogy őt is. Csoszogott, tántorgott a tömeg a főutcán, a mellékutcákból újabb jól táplált zsidók csatlakoztak hozzájuk, ők nem a körzetben vészelték át a vészt. Bámulták a vonulást a görögök, csodálkozva, hogy ezek még mindig élnek. Uri megállt, lihegett,
Apollosz látta elfutni a tömegben, jó bőrben volt, alig ha éhezett. Vonultak a zsidók énekelve, kimerült sovány zsidók estek a földre, és ott maradtak holtan. A rajongó élők átgázoltak rajtuk. A Fárosz szigeten belegázoltak a tengerbe, karjukat a menny felé tárták, és amennyire a torkukból telt, hálaimát zengtek az örökké valónak, amely ezúttal is megmentette a népét. Úri csodálkozva állt. Vagy 200 000 élő halott ember tolongott a parton és a vízben. Imádkoztak önfeledten, rajongva, hálásan, boldogan. Hajnalban ért a palotához, az őrökbe engedték. Filónak amúgy is vörös volt a szeme a sírástól, Úrit meglátva azt kiáltotta, édes fiam, és átölelte a csontjait. A vézna alacsony Filó most meg tudta emelni. Gyönge húst kapott, kalácsot és vizet, aztán lefektették, aludt 2 napig. A saját szobájában ébredt, és úgy érezte, most már tudja, milyen érzés csecsemőnek lenni. Igen, vigyázták az egészségét, főleg itatták, narancsot meg könnyű lepényt tömtek beléje, időnként még kihányta. Filó naponta több órát töltött az ágya mellett, és miközben újra meg újra figyelmeztette, hogy ne beszéljen sokat, ne erőltesse meg magát, kérdésekkel halmozta el. Valahányszor azonban Uri belefogott, hogy valamiről beszámoljon, Filó közbevágott, és mondta a magáét. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, édes fiam, pokolian nehéz helyzetbe. Vagy 250 nyakig felfegyverzett vámőrrel vonult ki a városból, Marea felé az első nap, 6 hete az Albarkos, a 2 fiával meg a bátyjával. Egy faluban fészkeltek el, megfelelően közel a városhoz, hogy az eseményekre jelentős hatással lehessenek. Nem volt folyóvíz, nem lévén vízvezeték, csak kút. Nem volt hát fürdő sem, valamint nem volt írószerszám, nem voltak könyvek, nem volt ágy, nem volt szinte semmi, rémes volt. De a falusiak készségesnek bizonyultak, táplálták őket, igaz, meg is voltak fizetve rendesen. Minden nap kémeket küldött a városba az Alabarkos, akik jelentették, mi folyik. Tartani lehetett a Mareában állomásozó légió támadásától, megszervezték az őrséget. Marcus is őrködött, Tia is őrködött, derekasan helytáltak a fiúk becsülettel. Szerencsére a hármasokat Flaccus nem vetette be. Sikerült futárokat menesztenünk a császárhoz, édes fiam, aminek hála Caligula már 10 nappal a vész kitörése után mindenről értesült. Nem volt könnyű dolga a császárnak, igazán nem, háborút nem indíthatott. Végül a legjobb megoldást választotta. Ama Bassus Centurio vezetésével, aki Flaccusnak egész Egyiptomból begyűjtötte a fegyvereket korábban, majd időben a császárhoz szökött, 12 fős kommandót küldött Alexandriába, hogy Flaccust fogják el. Bassus remek választás volt a helyismerete okán. A hajója ugyanúgy délután érkezett a keleti kikötőbe, mint Agrippáé, és ugyanúgy éjjel észrevétlen szállt partra az embereivel, mint a zsidó király. De őt ismerték az őrök, akiktől Flaccus holléte iránt érdeklődött, és nem fogtak gyanút, mert Bassus dezertálását a helytartó a saját szempontjából bölcsen nem hírelte el. Flaccus épp egy Stefanion nevű ember házában mulatozott a barátaival. Bassus emberei közül 10 kint örködtek, és a jelre vártak, 2 szolgának öltöztek, és úgy léptek be a terembe, ahol Flaccus éppen a barátait készült itallal felköszönteni. Belépett akkor Bassus is. Flaccus ránézett és megdermedt, mert rögtön tudta, hogy el van veszve. Akkor aztán a jelre berohantak a kommandósok, az ellenállást semmiben sem tanúsító Flaccust megkötözték, a jelenlévő katonákat feleskedték Bassusra, a helytartót pedig
Az Akrába vitték, ahol azóta is a pincében senyved. Onnét a zsidó véneket kiszabadították, már aki megmaradt. Bassus összehívta a testőröket, és amnestiát hirdetett. Ugyancsak amnestiában részesült mind a két légió, igen bölcsen cselekedett, megelőzte ezzel az esetleges lázadást. Bassus addig lesz e két légió főparancsnoka, amíg az új helytartó meg nem érkezik. Halleluja! Filó sírva tette hozzá, a császár még azt a kérést is teljesítette, hogy Flaccust a sátoros ünnep első napján fogják el. Ha már új év napján nem tudták elfogni, ahogyan eredetileg szerettük volna, ahogyan javasoltuk. Ezzel a nemes gesztusával pedig a császár megadta a zsidóknak az esélyt, hogy az örökkévaló gondviselésében továbbra is alapos okkal bízzanak. Ügyes fiú ez a Bassus, gondolta Uri. Szép jutalmat kaphatott Flaccustól, amiért a fegyvereket összeszedte neki, aztán futott a császárhoz, akitől még nagyobb jutalmat fog kapni. Megcsinálta a szerencséjét. Uri nem kérdezte meg, miért nem a körzet védelmére vonult fel az Alabarkosz magánserege. Az a 250 állig felszerelt fegyveres a fegyvertelen, ám megfelelő szervezettség esetén védekezésre kapható zsidókkal, a husángos görög csőcselék ellen sikerrel vívhatott volna csatát. És akkor nem lett volna körzet egyáltalán. Uri Flaccus elfogásának bizonyos részletei felől érdeklődött, és Filó gyanútlanul elmondta, amit tudott. Uri magában utána számolt, és rájött, hogy Flaccust nem a sátoros ünnep hajnalán fogták el, hanem egy nappal korábban. Csak éppen visszatartották a hírt, hogy jobban hasson a zsidókra. Az alatt a nap alatt is százak haltak éhen. Nem kérdezett aztán semmit, nyújtózott az ágyában kéhesen. Teokritos, Demokritos, kedves falontúli cimboráim a 22-esektől! Hiába tápláltatok engem! Szarok nektek tanúskodni, mert amnestiát kaptatok, akárcsak a nálatok is aljasabbak. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 14. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsor Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Magsai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.